Üdvözlök mindenkit! Bizonyára sokan hallottátok, hogy a MÁV kalauzmentes járatokat fog indítani egyes vonalakon. Nagyon sok ilyen vonal lesz, vagy már van is, ilyen például az Ercsibe tartó vonat, és elkezdett terjengeni a közösségi médiában egy videó, úgyhogy én azt ajánlom, hogy ezt nézzük meg, és mindenki döntse el, hogy ez mennyire jó döntés. Amint látható a felvételen, cigány származású, antiszociális társaság zaklatja az utasokat, és ez még nem is a legdurvább ennél, sokkal durvábbak vannak. Van, hogy kirabolják az embereket, tettleg bántalmazzák, de olyanról is tudok jegyvizsgálóktól, hogy volt olyan, hogy dobócsillaggal támadtak a kalauzokra, vagy sörösüveggel ütötték meg. Nyilvánvalóan ebből az következik, hogy attól függetlenül, hogy nem értünk egyet azzal, hogy kalauz nélküli járatok lesznek, mert akkor még inkább elszabadul a bűnözés. A kalauzokkal teli járatok sem lennének már elegendőek, hogy az ilyen antiszociális bűnözőket visszatartsák, ezért a Mi Hazánk Mozgalom az ilyen járatokon állandó, megerősített, határozott biztonsági szolgálatot szeretne, akik átadják a rendőröknek, vagy akár föl kell vetni azt is, hogy állandó rendőri jelenlét legyen ezeken a járatokon. Az ilyen antiszociális társadalomból kiilleszkedett elemeknek egész egyszerűen nincs helye a járatokon. Nem engedhető meg, hogy a kalauzokat és az utasokat inzultálják, úgyhogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy kiharcoljuk ezt a változtatást, mert ez tűrhetetlen.